4 évesen elkötötte a bátyja bringáját, és 10 perc alatt minden segítség nélkül tanult meg biciklizni. Közben persze felborított egy kukát, és neki ment egy lámpaoszlopnak is, de sikerült. Ez a makacság jellemzi ma is. Még szerencse, hogy jó ügyek érdekében makacs. Persze néha ilyenkor is borul a kuka. Egy bringás világutazó, aki Afrikában tanult meg magyarul, aki az egyetemen lett egy csapásra diákból tanár. Egy kulturális misszionárius 2 keréken. Simon Wintermast várom egy kávéra. Hát szervusz, köszönöm, szépen. Hogy eljöttél. Szervusz, foglalját. Köszönöm szépen. Gondoltam, hogy milyen jellemző rád az, hogy te megtanultál biciklizni. De olvastam egy interjúban, hogy 4 éves korodban elkötötted a bátyád utcán álló bicikliét, és mindjárt fölpattantál rá, de nem tudtál biciklizni, és akkor fölborítottál egy kukát, neki mentél egy lámpavasnak, te 10 perc múlva már tudtál biciklizni. Na hát én valahogy úgy felnőttként is ilyen makacs, de baromira kitartó embernek ismertelek meg. Hát muszáj kitartó lenni, mert mai világon szerintem semmi nem megy könnyű, vagy magától. Néhányszor én is gondolom, hogy most abba hagyom az egészet, de következő pillanat gondolom, tovább megyek, mert mégiscsak röhögök rajta, hogy csinálok valami furcsaságot. Hát de legalább mindig csinálsz valamit, tehát én azért mindig irigyeltem azokat az embereket, ugyanakkor néha meg együtt érzek velük, akiknek muszáj valami olyasmit csinálni, hogy nem csak magukért, hanem a többiekért. És hát általában ez nem mindig. Tehát ez sokszor hálátlan. Hálátlan. Egy rész hálátlan, más rész nem, mert csak most például a tulipánok után olyan sok kedves reakciót kapom, hogy ebből fölmelegszik a szívem, és akkor tovább csinálom. Egyébként én pontosan tudom, honnan jön ez nekem, hogy mindig valamit csinálok. Amikor 15 éves voltam, és Hágában, születési városomban mentem a gimibe, ott jelentkeztem az úgynevezett diák tanácsra. Az nem volt politikai, nem volt egy kisféle, ez csupán egy organizáció, kis testület, és az egész iskolai diákok egyszer évente szavaztak 5 gyerekre, és ők lettek akkor egy évig a tanács tagok, és akkor jelentkeztem, bele is szavazták, és akkor kezdett nekem, hogy 15 éves kor állandóan rendeztem valamit a suliban. És az olyan volt, hogy emlékszem, hogy minden nap 10 óráig dolgoztam estekén, utána csak jött a házi feladat, 2-kor lefeküdtem, és így egész év elmúlt, de az nagyon jó év volt, és akkor kezdett az, hogy foglalkoztam ötletekkel, próbáltam ott valami segítséget beszervezni, onnan pénzt szervezni, ott, és akkor mai napig azt csinálom. Szóval ez onnan jött. A túl sok hollandot én személy szerint nem ismerek. És mivel téged azért szinte mindenki ismer, és tudja, hogy te holland vagy, akár az is kialakulhatna az emberekben, mondjuk a pécsiekben az a kép, hogy a hollandok ilyen makacsok, hogy ilyen kitartóak. Ez így van? Kitartóbbak? Hát nyilván soha nem lehet mondani, hogy a hollandok ilyenek, a magyarok ilyenek, és attól... Mindig mondják. De hát azt tudom mondani, hogy azért nekem nagyon jó esik néhányszor hazamenni egy pár hétre, hogy ott újra ezt a levegőt beszívom. Ez a levegő, amiben ha van egy ötletet, akkor nem mondják azt, mint itt sokszor, igen, hogy úgyse lesz ebből semmit, hanem nálunk azt mondják, jó ötlet, csináld meg, biztos, hogy menni fog. Ez egy teljesen más szemlélet, és az nálunk, igen, az pozitívabb az odaállás. Hozzáállás, igen, hogy amikor akarsz valamit, dolgozz érte, csináld meg, és menni fog. Szóval hisznek benne. Világos. De hát mégis itt élsz Magyarországon. Igen, azért nem mindig könnyű, mert például van nekem sok ötleteim, amit bedobom a Városháza elé, és nem nagyon veszik föl, mert
vagy nincs pénz, vagy nincs ember, vagy mégse annyira foglalkoznak vele. Na de hát azt azért nehéz lenne elvitatni, hogy ha van egy jó ötlet az embernek Hollandiában, és oda megy mondjuk az ottani városházához, vagy városvezetéshez, akkor nagy valószínűséggel az a városvezetés több pénzből gazdálkodik, tehát ez egy nem egy szegényebb ország. Nem, viszont nálunk is nagyon komoly a krízis, és ez a hangulat azért az nálunk is most van. És például nagyon sok embert elbocsátják nálunk is. Szóval krízis az nálunk is van, csak persze, ha látom, hogy mi a krízis Hollandiában, és mi itt, akkor ez egy másik valamit, de... Isten adja nekünk azt a krízist, ami Hollandiában. Igen. Az nálunk virágzás lenne. Hát ja, valószínűleg, de mivel ott is vissza kell lépni egy pár lépést, ez az érzés, ez mégis ugyanaz, csak magasabbról lépnek vissza. Na, mindegy. Hát nem tudom. Itt az a baj talán, hogy sokszor azt gyanulom, hogy nem kapok igazán egy őszinte választ, ha például jövök egy ötlettel. Nekem sokkal jobban tetszik az, amikor jövök egy ötlettel, és mondják, Simon, tök jó, vagy éppen nem jó, de nem fogjunk csinálni. Akkor tudok, hogy miről van szó, hogy tovább már nem próbálom. Itt viszont azt tapasztalom, hogy mindenki nagyon kedves, nagyon udvarias, szépen lehallgatja, hogy mit akarom elmondani, mondjuk, na jó, jó, csináljunk meg, utána nem hallom semmit. De akkor is visszatérek erre, de mégiscsak itt élsz. Hát akkor miért ezt választottad? Egyszer azt nyilatkoztad, hogy Hollandiában nagyon sokan vagytok már. Igen. Ezt hogy értsük? Hát, számszakilag? Tehát egy négyzetkilométerre több? Hát Európában Hollandia a sűrűbb lakott ország, és a világon a második helyen vagyunk, csak Banglades után. Szóval négyzetkilométerként nagyon-nagyon sok ember van. És te jobban szereted, mert olyan szellős egy ország? Hát nekem az nagyon jól esik, abszolút, ha itt, ahogyan kimegyek a városból, nekem egy üresség van, ami kellemes. Aha. Szóval nincs mindenhol út, nincs mindenhol autó, nincs mindenhol ember. Nálunk nem. Hát ne felejtsünk, Hollandia, a föld terület az 33 ezer kilométer, az akkor majdnem pontosan egy harmada Magyarországból, és mennyi ember lakik? 16,7 millió. Uh-huh. Az azt jelenti, mintha itt lenne 50 millió ember. Uh-huh. Szóval mi ötszörösen vagyunk sűrűbben egy lakott terület. És az erre vezet, hogy sehol nincs hely már. Uh-huh. És az nekem nagyon jó, hogy itt vidéken nem hallok semmit este, csak a fülemüle, és nézem a szép csillagokat, amit nálunk már nem látszanak nagyon, mert mindenhol van fény. Fapapucs, tulipán, szélmalom, nagyjából az átlag magyar ennyit tud Hollandiáról. Persze, ez egy sztereotípus, egy kedves sztereotípus, meg a drog, meg a prostitúció, meg szóval vannak is kevésbé jó dolgok. Hát sokszor azt látom, hogy túl pozitívan gondolkodnak Hollandiáról. Igen, az akkor már észrevettem, amikor 91-92-ben egy évig tanítottam holland nyelvet az egyetemen itt, hogy sok magyar fejében az van, hogy Hollandia ez egyféle mintaország, hogy szuper demokrácia, szuper rend, szuper biztonság, és a többi. És attól félek, hogy az azért igazán nem így van. Szóval nálunk is sok probléma van. Nálunk is például megdurvult a politikai élet nagyon. Az emberek nem figyelnek egymásra annyira, mint ami jó lenne. Szóval igen, van sok dolog, ami jobb nálunk, de nem kell azt hinni, hogy minden szuperféle paradicsom, és vannak dolgok, ami itt sokkal jobbak. Azért is itt hogy ez sokkal jobb szívvel hallgatom. Mi az, ami itt jobb? Hát, ami éppen mondtuk, hogy itt van a hely, a szép csillag, a jobb levegő kint. Például nekem nagyon tetszik itt, hogy még mindig létezik ez a féle kicsit régi udvariasság. Mi hollandok, mi egészen bunkok vagyunk. Egy holland az képes, hogy hagyja egy hölgyet cipelni a nehéz börtönjét, nem veszi észre, hogy az kéne átvenni tőle. Például. Egy holland nem gondolja, ha jön egy vendég, hogy most kimegy először az ajtón át.
Nem, ez nem jött eszünkbe, hogy ez meglepő, talán... Meglepő, hogy ezt igen, hallottam. Mi soha nem fogunk adni egy kabátot egy hölgynek az étteremben, vagy a ruhatárban. Na de azért, hogy most, hogy itt élsz, azért már csak szedtél magadra valamit. Én azt itt tanultam meg. Komolyan? Abszolút. Én is olyan munkó voltam. Igen. Aha. Figyelj, de az igaz, hogy Afrikában tanultál meg magyarul? Hát igen. Igen, az vicces, de az így van. Igen. Na, nevessünk egyet. Hogy, yeah. Hát ez Afrikán keresztül érkeztem ide, ide telepettem le a végén. Az úgy van. Úgy volt, szerintem már elég sok ember tudja, mert az mindig kérdezik ezt a dolgot, de mégis vicces, hogy 87-ben, akkor 22 éves voltam, 100 éve volt a Teleki Sámuel gróf afrikai utazása, és egy pár ELTE diák rájött, hogy fú, 2-3 év múlva lesz ez a 100 éves valami, akkor intézünk egy afrikai túrát, mert akkor sponzorált utazást lehet csinálni. És ne felejtsünk el, akkor még állt a berlini fal, itt még volt a régi rendszer, ez akkor egy nagy duranás volt. Uh-huh. Akkor, na, és óriási szerencsével bekerültem én ebbe a csoportba, mint egyetlen külföldi, mert egy fél év az indulás előtt volt nekem egy kis fotokiállításom Egerben, és ott a galériában éppen találkozom az egyik taggal, aki aha, körülnézett, hogy milyen fotók vannak, te csináltad, mondtam, igen, és akkor mondta, na, mi még keresünk egy fényképészt, mert fél év múlva megyünk Afrikába, és nem akarsz velünk lenni. Hát mondtam, persze akarom, én akkor még nem voltam Európa kívül. De és akkor a végén így is történt. Fél év alatt megtudtam magyarul, ahogy 10 perc alatt biciklizni. Nem. Akkor tudtam, hogy fú, egy pár hónap múlva indulok Afrikában magyarokkal. Ezt a nyelvet nyilván nem tudtam. És a 8 magyar tag között volt egy, aki beszélt kicsit angolul, egy, aki beszélt kicsit németül, és a harmadik kicsit franciául, a többi 5 nem beszélt más, mint magyar. Szóval én tudtam, hogy nekem nem fogják állandóan mondani, hogy most miről beszélnek. Ha akarok részt venni tényleg ebben a csoportban, akkor muszáj nekem ebből a nehéz, furcsa nyelvből valamit megtanulni. És közben akkor is gondoltam, ez egy óriási lehetőség, mert ilyen kisebb, ritka nyelvet tanulni, ebben nagyon sok előny is van, és akkor gondoltam, mikor lesz még az életemben az a lehetőség, hogy 4 hónapig leszek csupán magyarokkal, na azért akkor fogtam egy 50 éves régi könyvet, és akkor ebből valamit tanultam, és ahogyan indultunk, akkor mondjuk ismertem 100 szót, semmi többet nem tudtam, mert a nyelvtan úgyis túl nehéz volt, meg a könyv rossz volt, és ahogy a 4 hónapig hallottam egész nap ezt a nyelvet, és sokszor ültünk egy nap, akár 2 nap valami határon, akkor fogtam egy könyvet, és akkor ebből tanultam. És amikor hazaérkeztünk 4 hónap később, akkor ez a furcsa pillanat állt föl, hogy egy-egy emberrel tudtam kommunikálni. Aha. Még persze nem így beszéltem, mint most, de már tudtam kifejezni, amit akartam, és ha nem túl gyorsan beszéltek, akkor nagyjából is értettek. 85-öt írunk akkor. 87. Viszont emlékszem erre is, hogy még utána több éven át nagyon frusztráló volt számomra, hogy képtelen voltam érteni, amikor csoportban ültem, és beszéltek egymással, annyit tudtam, hogy miről beszélnek. Most a témát, hogy uh-huh, foci, nők, politika, vagy mit tudom én, de hogy azt már nem tudtam követni, és nem volt egy ilyen nyelv, ami annyira bajban voltam, mint a magyar, de hát most már 16 év óta itt lakom, akkor elég, most már... Elég most jól megtanultam. Hát, most, ha most se, akkor mikor? Ja. Az is egy érdekes sztori, ezt csak nagyon röviden kérlek mesélni, hogy hogyan lettél te, azt lehet mondani, egy csapásra diákból előadó az egyetemen. Hát az úgy volt, hogy 91-ben éppen zuhant a berlini fal, akkor nagy divat volt a nyugati és keleti egyetemek egymást keresték föl. Akkor én második egyetemet kezdtem Amsterdamban, művészettörténetet, és ki volt írva, hogy ki akar Magyarországra menni tanulni. Na, mivel már beszéltem valamit ebből a nyelvből, gondoltam, ha egy egész év ott tanulok, akkor végre fogom jól megtanulni a magyar nyelvet. Oda mentem, és szóval ez itt a Pécsi Egyetem volt, véletlenül, és
Csak itt rá kellett jönnem, hogy művészettörténelemből nem volt sok. Szóval ez nem volt itt egy tanszék. Uh-huh. És akkor már kicsit fogtam a fejemet, hogy most kidobtam egy egész évet, sőt az amszami lakásomat is ott hagytam, ami nagyon nehéz visszatalálni. De akkor az volt a szerencsém, hogy az egyetem kérdezte tőlem, ha itt vagy hollandként egy egész évig, nem akarsz kicsit hollandul tanítani. És akkor mondtam, hát persze, az a négy gyereknek, aki az érdekel egy péntek délután valahol, persze. Ja, de aztán nem négy lettem. És akkor pár A4-es kiraktuk az egyetemen, hogy most lehet hollandul tanulni, és akkor 45-en jöttek, amiből én nagyon megijedtem, pedig az nagyon jó volt, mert akkor tanár lettem diák helyett. És itt is ragadtál, de akkor menjünk vissza egy picit a régmúltba. Én amikor ezt a fényképet megkaptam tőled, azt gondoltam, hogy ez valami holland általános iskolai osztály, vagy ilyen. Ja, tényleg így. Na most ehhez képest nem. Nem. Itt mindenki rokon. Igen, ez egy fotó 1969-ből, és rajta vannak az összes unokatestvéreim. Meg én is vagyok rajta, nem találod engemet? Nem, bizony. Az biztos, hogy nem a cofos. Az egyetlen, remélem, hogy nem. Szóval ez a hölgy, aki ott középen ül, ez a nagymamám, édesanyámnak az anyja, és azok az ő unokái. Két oldal? És, ja, hogy az nem, összesen, egy. Az világos. Aha. Szóval ez az, neki volt 10 gyermeke, az egyik volt anyám, és ebből 8 összeházasodott, mindenkinek volt 3-4-5 gyereke, és itt az eredmény az egész. Hát mondjad már meg, hogy melyik vagy. Na, én vagyok, aki ott ül az óma előtt, a nagymama előtt a földön. És így fölfelé? Ja, így fölfelé, igen, az én vagyok. Aha, a középpontban. Hol hát ne, az óma, az hol, a középpont. A térdelős volt, de azért édesom, a középpontban. Ja. Szóval ez nagyon szép. Milyen gyermekkorod volt? Mesélj egy picit róla. Hát mondhatom, egy nagyon de boldog. Neked is 4 testvéred van, ugye? Igen. 4 testvéreim van, én vagyok a középen. Van egy nővérem, egy bátyám és 2 öcsém. Hát Hágában nőttem föl. Nagyon szép gyerekkorom volt, mert apám mutatta a nagy világot. Ő sokat utazott a munkája miatt, és ő volt egy, mert már nem él apám, ő volt egy amatőr, hogyan mondják ezt, bibliofil. Szép könyvtára van, gyűjtő, még igen. Könyvkötött is, és ő volt az, aki vitt minket múzeumba, meg... És járt a világot? Ja, igen. Ő és elég... vitt magával titeket is, vagy téged nem, is? Az nem, mert ő minisztériumban volt, elég jó pozíció volt. Ő például Hollandiát sokszor képviselte, amikor a GET kitalálták a háború után, és ő a Hollandiát képviselte Bombayban. A gazdasági együttműködés tanácsára gondolsz, vagy mi ez a GET? A General Agreement on Terrorism and Trade. Ja, értem. Ebből lett később a World Trade Organization. Uh-huh. És akkor ő volt a kezdetnél volt. Szóval a második háború után ő fiatal képviselőként, vagy mi volt, ő vett részt ilyenekben. Uh-huh. És Tokióban volt, Uruguayban, mindenhol. Hát mi nem, mert mi mindig otthon maradtunk, de ő vitte minket Európában, sokszor mentünk valahova, igen. Na, olyan formán, ahogy most, úgy még nem igen láttunk téged, íme. Ja, ez vicces, igen. Azért raktam föl, hát jó, a magyarok fognak röhögni rajta. Ezt, hogy ez vicces, de... Igen. Na, azért... A csókos szájú holland katona. Ja. Na, nem holland katona, itt hogy kérem milyen? Szépen, csak szovjet első nagy, hat nagy vagyok. Ez a Transzibérián vett föl az a fickó, akivel bekerültem egy-két éjszaka visszafelé Kínából Európába. Te mikor ruhát cseréltetek? Hát az volt, hogy itt is, ez 88-ban van, uh-huh. Éppen a Gorbacsov érában vagyunk, a Berni fal még mindig áll, és akkor Budapesten tudtam venni $100, pont annyit fizettem, Budapest, Moszkva, Moszkva, Peking és vissza. Szóval ez majdnem ingyen volt, csak idő kellett hozzá,
De nekem nagyon vonzott ez a szibériai vonatozást. Akkor úgy látom, akkor ez a bicikli nem volt, mert akkor letekerted volna. Hát Pekingbe menni akkor nehéz lett volna kicsit, meg ja. Aha. Akkor nem, ilyen bicikli utazásokat még nem csináltam. De a vállalból ítélve ez nem egy alacsony beosztású figura lehetett? Vagy ki volt ez, aki vette cserét? Hát ő Novosibirsken felszállt a vonatra. Velem együtt volt ebben a 6 személyes kis kompartimentben. Okay. És amikor mondtam neki, hogy Galanyeck, annyi oroszt azt tudtam, hogy Hollandiából jöttem. Ja, hogy jó, és akkor mondta, Galany, és akkor fogta a bőröndét, a tilos vodka üveg, az kivitte, és mi ott szépen együtt vodkáztunk egész éjszaka. Addig, amíg rátadta az akkor, és amikor mondtuk, na, most elég ebből lefekszünk, akkor ő levitte a ruháját, és akkor jött eszembe, hogy fú, én kérdezem tőle, hogy én uniform, te fotó. Azt mondta, jó, persze, oké. Akkor fölvettem az ingjét és ezt a óriási sapikát, és ő csinált egy fotót. Azért volt ez vicces, mert én hazafelé mentem gyorsan, mert rá 10 nap én bementem a holland hadseregbe, aha, és nem akár mibe, mert engemet válaszolták az orosz iskolába. Uh-huh. Ami azt jelentett, hogy akkor volt még NATO-Varsau pakt ellenállás persze, és a hollandok fölkészültek a háborúba azzal, hogy ha jönnek az oroszok, akkor kell egy pár ember, aki igen, tökéletesen beszéljen oroszul, uh-huh, aki tud kérdezgetni fogylóktól, hogy hol vannak a tankjaitok, és a többi, többi. Na és akkor erre én bevonultam. De ennyire készültek ők Hát persze. Hát ez van nem egy hidegháborús időszak. Hát 88, persze. Én akkor is, én gondolkodtam most, megyek a hadserege vagy nem, mert akkor ez még sorkatona, aha, voltam. És emiatt, hogy itt mit láttam, gondoltam most, én azt vállalom, nem azért, mert lőni akarok, de ezt a rendszert nem akarunk, hogy jön ide. Szóval a végén viszont egy hét alatt máshova rakták engemet, még egy pár fickót, mert túl sokat hívták be az iskolába, és így sajnos nem tanultam meg oroszul. Egy mondatot mondja erről a képről. Azt most nem játszom el azt a nagyon buta poént, hogy akkor ez meg Szibéria-é. Hát nem, pont nem. Szibéria. Nem, ez itt az egyenlítőn vagyunk, ez a Kilimandzsáró csúcsán vagyunk, majdnem 6000 méteren. Ez a Teleki Sámuel emlék expedíció, mert a Teleki volt az első európai ember, aki próbálta, de nem sikerült fölmászni a Kilimandzsáróra. Mi fölmásztunk, de akkor még nem volt nagy turizmus, uh-huh, nekünk nem volt semmiféle cuccunk, és ott majdnem meghaltam is a fejfájástól, de azért, mert expedíció voltunk, és Magyarország nézett ránk, akkor tovább mentünk, de az nagyon kemény, aha, volt. És a legnagyobb baj volt, hogy fönt a csúcsán nem volt kilátás, mert köt rossz volt aznap. Igen, ezt szokták borzasztó mondani, amikor megmászták a legmagasabb hegyeket, ja, és milyen bosszantó, ja, hogy ez nincsen. Ja. Szimon, te az biztos, hogy nem a bringázás, bár biztos szeretsz bringázni, de nem a bringázás öröméért, vagy a dicsőségért hajtasz, hanem egyfajta ilyen hírvívő, vagy azt hirdeted, hogy a távolságok azok legalábbis európai szinten inkább csak a fejünkben léteznek, és hogy sokkal több azonosság van a népek között, mint ami különbség. Mit értezte európai szellem alatt, miközben egy isztambuli felvételt látunk, szintén egyfajta ilyen kultúrás nagykövetként bicikliztél. Mik ezek az európai, közös európai értékek? Vagy miknek kellene lenni? Hát mik kellene lenni? Inkább azt mondjuk, hát az, hogy szabadság van, politikai szabadság, hogy gondolhatsz, amit akarsz, de keretek belül, szóval az én szabadságom eddig megy, hogy nem sérsem a tiédet. Hát az, ami a francia forradalomból jött ideig, hogy van 3 állami külön, erő, és azt nem szabad összekeverni, meg a demokráciai választások, és így tovább, hogy beszélünk egymásra, és nem lövünk egymásra. Szóval van még azon dolgozni, mert főleg ilyen időkben, mint most,
hogy mindenhol szorul, és mindenkinek nehézebben megy, akkor sokszor könnyebb elhinni, ami ilyen, ilyen szélsőségesek mondják, és sajnos ezek területet nyernek mostanában. Hát itt a Tuli Pécs akció, aminek most már hagyománya van Pécsed, de idén egy kicsit, hogy mondjam, ilyen bittersweet lett a dolog, ilyen kicsit keserű. Ja, igen, egy kicsit szomorú vagyok, így mondanám. Idén először az összes virág ágyakat ellenőriztem, megnéztem, és döbbentem rá, hogy nagyon sok tulipán egyszer eltűnik. Ellopják, hazaviszik, ott rakják egy kis vázában, és akkor még három napot néznek rá, pedig az összes többi 149.999 pécsi lakó látja, ami azt a helyet, ami maguk után hagyják, a levágott tulipán pánot. Szomorú vagyok, és remélem, hogy mindenki fog érteni, hogy ez engem is egy nagyon nehéz helyzetbe hoz, és azzal az egész Tuli Pécs akció az veszélybe kerül, mert ha most az igazságot mondok, a holland sponzoroknak, akik adnak a pénzükből, hogy én vegyek ebből a pécsi publikumnak a virághagymákat, ha mondom, hogy by the way, 10-15% az eltűnik, akkor a holland sponzorok teljes joggal mondják, akkor Simon köz, tovább nem adjuk. Mert nem tetszik, amit adjunk, az így látszik, mert nem vigyáznak rá. Szóval én most hazudjak a sponzorjaim felé, hogy minden tökéletes, jó. Meg még saját magamban is most teljes joggal mondhatnám azt, hogy gyerekek, én most befejeztem ezt a dolgot. Na, de nem fogod. Várj, 3 hónap az évből megy erre, az én időmből. Szervezésre. Az ingyen csinálom, sok szeretettel csinálom, de azért ez mégse kell így venni, hogy ez a fickó az végig fogja csinálni. Ha ez így látom, nekem az nyilván nem ad ösztönzőleg. Ja, erőt. Viszont tudom, hogy ez egy kisebbség, aki csinálja. Az nem akarom, hogy most ez a pár rossz ember miatt az összes jót megbüntessem. Szóval nekem nehéz. Azt fogom most csinálni, ahelyett, hogy most feladom, fordítva, csinálok egy új akciót belőle, hogy éppen a pécsi publikummal akarok aktívabban belevinni az egész akcióba, önkéntesekkel akarok a következő 4. Tuli Pécsnél, hogy mindenki álljon be, nézzünk a virág ágyak után, mit történik vele, kicsit rendben rakjuk, és remélem, akkor pont egy aktív polgári valami lesz belőle. Én minden esetre köszönöm neked Pécsek nevében, nem csak a Tuli Pécs akciót, hanem azt is, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok. Köszi szépen. Köszi szépen. Szervusz. Szervusz. Szervusz.